A mozgásigény relatív. Minden kutyának megvan a maga mozgásigénye egyedi szinten. Általában elmondhatjuk, hogy egy adott fajta általában milyen mozgásigényel rendelkezik, de ezen mi magunk is sokat tudunk változtatni. El kell mondjam, hogy leépíthetjük ezt a mozgásigényt, megtaníthatjuk az állattal, hogy nem mozogjon, tehát leépíthetjük, megtaníthatjuk a mozgás szegénységet az állatokkal. Ez nem jó. Mindenképp próbáljuk meg inkább önmagunkat igazítani a kutya mozgásigényéhez, mint, mint, fordítva. Vannak a kistestű kutyákon belül is azért nagyobb mozgásigényűek, azért ez sem egy homogén kategória természetesen. Spánielek, terrierek, terelőkutyák, gondoljunk bele, ezeknek a mozgásigénye azért nem húzható össze egy, egy kalap alá, egy pekingi palotának, vagy egy máltai is pincsinek a, a mozgásigényéhez. Én azt javaslom, hogy önmagunk miatt is, és az állataink miatt is a mozgást minél inkább tartsuk élénken, minél többet foglalkozzunk az állattal, minél több időt töltsünk el velük, próbáljunk meg játékokat, feladatokat kitalálni számukra, és legyünk minél tovább, tovább és többet együtt vele a kutyánkkal, és próbáljunk meg minél többet mozogni együtt vele.